Amikor elveszítjük egy hozzátartozónkat, amikor elveszítjük egy hozzátartozónkat, akkor mindig elbizonytalanodunk, hogy most akkor az öröklési szabályozási rendszer hogyan is van. Ez állandóan változik és alakul, de most tisztába tesszük pontosan, hogy milyen szabályozási rendszer van érvényben. Kőszegi, Levente jogász segítségével. jó segítségével. Jöreget kívánok! Jó kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket is! Mit is jelent az, hogy öröklési szabályozási jogrendszer, vagy ez az örökösödési jog tulajdonképpen? Ugye az öröklés lényeg az, hogy az örökhagyónak a halálakor meglévő vagyona átszáll az örökösökre. Erre a magyar jog alapvetően több rendszert is ismer, fontos, hogy ezek nem egyenrangúak. A, elsődlegesen a végrendeleti öröklés és az öröklési szerződés általi öröklés létezik. Az öröklési szerződés, mint egy szerződés, ez egy kétoldalú megállapodás az örökhagyó és a vele szerződő fél szembe. Az örökhagyó magának, vagy akár harmadik személy javára megköti ezt a szerződést, és ezáltal a vele Fél, gondozás, tartás akár életjáradékot biztosít, egyes vagyontárgyakért, vagy akár az egész hagyatékért cserébe. Lenne egy kérdésem. Ugye sokszor szokták azt hallani, hogy a családon belül a családtagok egy bizonyos kor után, hogy kéne egy végrendeletet érni. Amennyiben mondjuk az elhunytnak van egy végrendelete, az felülírja az örökösödési szabály és jogrendszert, és tulajdonképpen az a, az alfája és omegája azzal kapcsolatban, hogy kiremi száll, gyakorlatilag rossz szóval élve, vagy ezt mi ki kell egészíteni különböző jogi szerződésekkel, és en, ezen felül van még természetesen egy örökösödési jog, amit követnie kell a hozzátartozóknak. Hát igazából a végrendelet, mint, a, mint az örökhagyónak az akarat nyilatkozata, az felülír minden. Az alapján, aki, aki, amit juttat az örökhagyó végrendeletében, az, az, arra akkor nem vonatkozik az örök, a törvényes öröklési rendszer. Van ez alól kivétel, mint például, hogyha valaki közeli hozzá Tartozó például az özvegy, vagy akár egy gyermek, hogyha a végrendeletből kihagyták, akkor köteles része jogosult. Ez a neki járó örök rész, hogyha nem lenne a végrendelet, annak egy harmada. Értem. Tehát, hogyha nincs végrendelet, akkor tulajdonképpen van egy kötelező olyan jogrendszer, vagy örökösödési jogszabályozás, ami mindenkire kötelező érvényű. Igen, van, amennyiben a végrendelet nem rendelkezik egyáltalán, vagy nem minden vagyontárgyra, akkor jön a törvényes öröklési rendszer. Mi változott? Um, a legfőleg markánsabb változás az az özvegyi öröklésbe történt. Azelőtt az özvegy nem örökölt lényegében, csak haszonélvezeti jogot kapott az örökhagyónak a vagyonára. Jelenleg a mostani hatályos szabályozás sokkal többet juttat az özvegynek, tulajdont is, egy gyermekrészt juttat, hogyha lemennők mellett történik a törvényes öröklés. Továbbá haszonélvezeti jogot is biztosít az örökhagyóval közösen lakott lakásod és annak berendezési és felszerelési tárgyain de fontos, hogy egy hagyadéki eljárásban megegyezhetnek úgy a lemenők és az özvegy, hogy nem kap gyerek részt, az özvegy erről lemond, és a teljes vagyonra kiterjedő haszonélvezeti jogot biztosít. Csak hogy értse, mindenkinek egyértelmű, legyen a haszonélvezeti jog azt jelenti, hasonló, mint a tulajdonjog, de mégis korlátozottabb, haszonélvező ilyenkor használhatja, birtokolhatja, hasznosíthatja dolgokat, de nem adhatja el, nem terhelheti meg, szóval egy korlátozottabb jog, mint a tulajdonjog. Térjünk rá egy picit, vagy beszéljünk magáról a hagyatéki eljárásról, és én azért kérdezek erre rá, mert ez mindig azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz folyamat, főleg amikor az ember egy szerettét elveszti. Tisztában vagyunk már az örökösödési jogrendszeri szabályozás változásokról. Mire számítson egyébként a hozzátartozók, mire számítsanak, hogy a hagyatéki eljárás az mennyi időbe telik, és hány tárgyalásra számítsanak? Hát igazából, hogyha sikerül, és a legszerencsésebb az, hogyha nincsen vita, akkor már a hagyatéki tárgyalás során egy egyesség van, ezt jóvá hagyja a bíróság, és igazából egy hagyatéki eljáráson, egy, vagy egy bíróság, bocsánat, a közjegyző, és egy közjegyzői végzéssel a hagyaték át is Egyébként, amikor a hozzátartozónk elvesztése ugye megtörténik, akkor hogyan kezdje el egyébként a hozzátartozó családja az egész hagyatéki rendszert? Hova forduljon, milyen szervez? mindenképpen a közjegyzőnél kell bejelenteni, a, és a halált igazából tudja, és a közjegyzőnél egy lehet, hagyatéki leltárt végeznek, felveszik a, az elhúgynak a vagyontárgyait, leltározzák, és ezután nyilván, hogyha van végrendelet, akkor azt tudomásra kell hozni, hogy nem a törvényes öröklési rend fog érvényesülni. Ugye beszéltünk itt a hagyatékról, és beszéltünk ennek az egésznek a rendszeréről. Mennyi időközönként változik az öröklési jogszabályozási rendszer? Hát ez sajnos teljesen változó, erre nem tudok ilyen e, számokat mondani. Ez igazából jelenleg, ha jól tudom, utoljára az új PTK hatályba lépésekor volt ez a legmarkánsabb változás, amiről beszéltünk. És a miértje, hogy minek köszönhetőek ezek a változások az öröklési szabályozási rendben, az a világváltozása, vagy egy eleve az, hogy tulajdonképpen a PTK időnként változik? Igazából ez a jog és a társadalmi viszonyok folyamatos változása, és ezt próbálja a jogalkotó lekövetni. Értem. Tehát, hogyha valaki segítséget szeretne kérni, akkor természetesen fog, foglalk, mindenképpen forduljon egy jog, jogi szakemberhez, aki ebben tud az öröklési rends, jogi változásban segíteni, de természetesen egy közjegyző is gondolom, hogy tud segíteni. Igen, mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt Én fogjálom. köszönöm szépen.